toborzó iroda Nyíregyházán, Szabolcszat már berekben ide várják azokat a vállalkozó fiatalokat, akik jelentkeznének a Magyar Honvédség Links programjába. Alapvetően most indult újra a toborzás, hiszen augusztus 11-én kezdődött, és szeptember 11-én bevonultak az első linksesek. Közel fél ezren jelentkeztek országszerte erre a programra egy hónap alatt. Magunk, a toborzó szakállomány is megdöbbentünk ezen a magas létszámon, de ugye elég jó bérezést ajánlottak ezért, hiszen bruttó 737 ezer forintot lehet ezzel keresni, ami egy 25 év alatti fiatalnak gyakorlatilag egy havi 600 ezer forintos jövedelem, és ugye ez a kezdő fizetés. A toborzás most újraindult a LINX-re, úgyhogy aki az előző alkalommal valamiért lemaradt, nem tudott eljutni hódmezővásárhelyre, azt várjuk újra a toborzó irodába és jelentkeztetjük. A Hiúz névre keresztelt lánctalpas csúsz technológiának számít a hadászatban. A jármű sokoldalúan használható, néhány órás szerelési munkával például lövészpáncélosból sebesült szállítóvá alakulhat át. A személyi állomány kiképzésében ezért a néhány hetes katonai alapképzést több hónapos felkészítés követi majd. Ebben nyolc felszerelt lövész katona fér el ebben a harci és van ugye a kezelő személyzet, ami három fős. Ugye van egy vezető, van egy irányzó és van egy parancsnok, tehát összesen egy harcjárműben 11 ember, 11 katona foglal helyet. Mindenkinek nagyon pontosan megvan a szerepköre, és nyilván erre a szerepre, erre a feladatra készítik fel őket a jövőben. Több mint 200 ilyen harcjármű állhat hadrendbe hamarosan, egyelőre hódmezővásárhelyen, ez biztos, tehát továbbra is hódmezővásárhelyre zajlik a toborzás. Október 22-ig lehet jelentkezni, és 24-én lesz ez a bizonyos hát válogató, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hiszen ezt azért hangsúlyoznak, kell, hogy aki elmegy hódmezővásárhelyre, az automatikusan nyilván nem kerül be. Tehát ugye, ahogy említettem, orvosi vizsgálat, fizikai felmérő, egy motivációs elbeszélgetésre kerül sor, és igazából egy közös döntést hoz az alakulat, illetve a jelentkező, hogy akkor hogyan is legyen belevág ebbe a programba vagy sem. A Links programra az irányasereg.hu weboldalon jelentkezhetnek az érdeklődők. A jelentkezést viszont személyesen is meg kell erősíteni a vármegyeszékhelyeken lévő toborzó irodán. Fontos feltétel, hogy csak 18. életévét betöltött személy jelentkezhet. Ezen felül a cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely, és minimum 8 általános iskolai végzettség megléte számít a szolgálatra jelentkezőnél.